volt, nem is tudom, milyen jelző találjak erre a mérkőzésre. Őrült már Zsolt? Hát eszméletlen mérkőzés volt tényleg, ahogy már említettem, hullámvölgyek volt a pokolból, a mennyben mindkét csapat. Nekünk nem volt azt hitteni valónk, úgyhogy tudtuk, hogy egy rossz második harmad után mi a feladatunk, nem kellett az edzőnek sok mindent mondani. Annyit mondott, hogy mutassunk karaktert. Hát úgy gondolom, hogy karaktert mutattunk. Hát kicsit káosz volt, de szerencsére mi jöttünk jó belőle. Nézzük egy kicsit végig a lélektanát, ugye megszereztétek a vezetést az első harmad után, vezettetek is, a másikban viszont a Fradi fordított, és ott nagyon úgy nézett ki, hogy itt talán bajnokavatás, és ezt aztán tettetek arra, hogy ne itt legyen a bajnokavatás. Hát igen, mondhatjuk, hogy teljes mértékben úgy játszottunk, mint egy csapat, akinek semmi veszítenivalója nincs. Én nagyon büszke vagyok a srácokra, mert ez valami egészen elképesztő volt, amit ma kitettünk a jégre, úgyhogy ennek most nagyon örülünk évfélig, aztán megnézzük a videót, mert azért elég rövid idő alatt adtunk 3 gólt a Fradinak, amivel majdnem elment az egész szezonunk. Most nyilván megfordítottuk, ennek örülünk, de lehet, hogy a következő meccsen ez nem lesz elég, úgyhogy valahogy ez nagyon jó, hogy ma visszajöttünk, de el kéne kerülni azt, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk legközelebb. Ez a hosszú rájátszás folyamán szereztünk ebből rutint, álltunk rosszul, mindig vissza tudtunk jönni. Ez úgy néz ki, hogy a névjegyünké vált, úgyhogy tényleg nem kellett sokat beszéljünk, hogy mit kell csináljunk, le kellett higgadjunk és végezzük a dolgunkat, ez lett az eredménye. Silo Arnold úgy fogalmazott, hogy karaktert mutattatok a harmadik harmadban, milyen a karakter ennek a Gyergyónak? Mindenképpen szerintem a legjobban ez a mai meccs jellemzi a csapatunkat, mert ezt már megtettük, körülbelül ilyen fordításaink voltak ebben a playoffban, nem egy, nem kettő, de nyilván jó, hogy ezt meg tudjuk tenni, de az lenne még jobb, hogyha ezeket a helyzeteket el tudnánk kerülni. Mi kell ahhoz, hogy pénteken majd hazai közönség előtt ünnepelhessetek? Hát egyértelműen kevés egyéni hiba. Úgy gondolom, hogy a Fradi nagyon egyszerű, nagyon jó kitátszik, és könyörtelenül megbünteti a hibákat, szóval a lehető legkevesebb hibával kell játszani, és ki kell használni a helyzeteket. Ha ez sikerülni fog, akkor szerintem nem lesz probléma. Ez a meccs, ahogyan visszajöttetek ebbe a meccsbe, ahogyan megmentettétek, hogy ne legyen itt bajnokavatás, ez kellő önbizalmat ad az utolsó összecsapás? Szerintem mondhatjuk, hogy nálunk van egy lélektani előnye a hetedik meccsre, de tiszta lappal indul mindenki, nekik sincs semmi veszíteni, ők nekünk sincs, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó hangulatú, nagyon kemény mérkőzésre várom. Úgy gondolom, hogy mindkét csapatnak van esélye, hazai pályán leszünk, egy fantasztikus közönség fog minket fogadni. Remélem, hogy ők lesznek a 6. játékos, és vele fognak minket vinni a győzelembe.